Teljesen megújult a történelmi belvárost egykor körülvevő városfal, 140 méter hosszan éppen maradt szakasza a mai Városfal utcában, a Csiky Sándor és a Bródy Sándor utca közötti részen, és a hozzátartozó két bástya is. Számolt be róla Habis László polgármester és Nyitrai Zsolt Eger és térsége országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott. A 16. század második felében épült erődítmény állagmegóvó felújítása szükséges volt a rossz állapota miatt, fogalmazott a polgármester. Hozzátette, a rekonstrukcióra a Modern Városok programon belül került sor, amit a környező tulajdonosokkal együttműködve tettek meg. Nagy örömünkre szolgált, hogy a kormány elfogadta azt, hogy a várrekonstrukcióhoz kapcsolódóan a Városfal rendbetétele is megtörténhet. Egri tervezők tervezték, és Egri kivitelező valósította meg. Habis László kiemelte, a közeljövőben a Nemzeti Kastély és Fák programban több mint nettó 1 milliárd forint értékű építési beruházásnak a közbeszerzési eljárása indul el. A sajtótájékoztató Nyitrai Zsolt honatja sikeres évként értékelte a 2017-es esztendőt, melynek szerves része a vár felújítása és az M25-ös gyorsforgalmi út építésének megkezdése, de több projekt is jó ütemben halad. Pont a mai napon kaptuk meg a Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ építésével kapcsolatos 7 milliárd forintos támogatási szerződést, az intermodális csomópontot, amely ugye egy modern város tömegközlekedését fogja majd össze. Ezzel kapcsolatos szakmai előkészítések szintén elindultak. A várral kapcsolatos projekt, mint ugye azt láttuk, a mai nap is az szintén halad előre. Valamint a déli iparterület projekt is 350 millió forintnyi támogatást kapott. A honatja hozzátette, a cél, hogy Eger az új fénykorát élje.